mesterek mennyire határozzák meg az írót, költőt, mert például a Kokáért Nikita Stanescu-nak azt javasolták pályakezdő korában, hogy hagyjon mindenkit, és ne olvasson csak Kavafiszt. Hiszen ott minden tanulni valóra rálelhet. Hát Nikita Stanescu ezt a tanácsot nem fogadta meg. Ám te miként vagy ezzel a dologgal, miként voltál régen és most? Székelyudvarhelyen végeztem a Tamás Járon gimnáziumba, amikor középiskolás voltam, akkor Farkas Velman Endre volt az akkori diáklapnak a lángoló főszerkesztője éppen, az Ébredés című diáklapnak. És amikor az első ilyen poézisomat elkészítettem, akkor volt egy ilyen mondat, szerintem nem is Endre mondta, hanem valamelyik alszerkesztő, hogy vagy több tüzet a versbe, vagy több verset a tűzbe. Hűha. És ez egy szép mondat volt, azóta is velem van. Úgyhogy vannak szerintem mindenkinek ilyen történetei, ilyen az első írások, amikor kikerülnek az asztal fiókból, vagy a saját füzetből. De azt hiszem, hogy megjelent néhány szövegem ebben a bizonyos Ébredésben. De aztán igazából az egyetemi időszak, tehát a kolozsvári bölcsészkar az, ahol ilyen mesterek tűntek fel inkább a színen, és tényleg a kolozsvári egyetem tanárai Horváth Andortól Gyimesi Éváig, és azok, akikkel szerkesztőként találkoztam, Láng Zsolttól Selyem Zsuzsáig, azt hiszem fontosak voltak aztán ezen ezen az előre lépkedésen. De hát akkor gyakorlatilag nem csak Kavafiszt olvastál ezek szerint ezekben a kezdeti években. Szilágyi Domokos nevét is mondanám, mert ez egy ilyen katartikus, szintén középiskolai olvasmány volt, amikor azt fedeztem fel, hogy a vers az nem csak az, hogy négy soros szakaszok, és amik rímelnek, tehát azt én Szilágyi Domokoshoz kötöm ezt magamban, ahol átfordult valami a vershez való viszonyomban. Én olvasni nagyon sok ilyen populáris dolgot olvastam, indián regények, rejtő, science fiction, krimik, de persze a nagy klasszikusokat is, a Victor Hugo-kat és Dumákat, a kosztümös könyveket, de a verset azt én Szilágyi Domokoshoz kötöm. Jó, hogy ezt mondod, mert a következő kérdést valamelyest ehhez kötődik, hogy ahogy nézzük a különböző verseskéteteket, és aztán különösen már a legutóbbi felnőtteknek szóló Junga gépteremben című kötetedet lapozgatván, azért van egy ilyen elmozdulás, tehát már kezdetén is azért a prózavers az közel áll hozzád, és aztán a későbbiekben ez egyre inkább jellemzővé válik, bár a prózaversen belül is vannak különböző mozgások, hangfekvések, amelyek azért változnak a verseidben. Sőt, még azt is lehet mondani, hogy itt a Junga gépteremben esetében még egyfajta valamelyest komorabb hangvétel, vagy hát nem gyötrődőbb éppensége, de egy komorabb hangvétel az, ami megjelenik a korábbiakhoz képest. Hát azt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy engem mindig érdekelt a versben az, hogy mi van a nyelv előtt. A nyelv előtt van a zene is egyfelől, ami fontos tud lenni, de a Junga gépteremben esetében azt hiszem, hogy a nyelv előtt a képek vannak, és akkor ebben a könyvben valami olyasmivel próbálkoztam, hogy ilyen nem létező képeket írjak le, amik az én fejemben vannak. Van néhány olyan vers is eldugva, ahol létező képeket is beleírtam, mármint festményeket úgy értem a versekben. De
azt hiszem, hogy kicsit a Carl Gustav Junggal való ismerkedésem és azok az olvasmányaim, illetve a szürrealizmussal kapcsolatos foglalatoskodásaim nyomai vannak elég erősen benne a Jung a gépteremben kötetben, és hát a szürrealistáknak is a prózavers az egy kedvenc műfajuk volt, sok asszociációval, sok áradó szöveggel, tehát ezzel is kísérleteztem. Hogyha nem is épp annyira áradóak, mert azért mindig egy kicsit megtöröd a szövegeket, mint mondjuk a szürrealistáknak a nagy áramlatai és szabadversei, azért itt is valamiféle homályló labirintust alkot akár az egész kötet, akár egy géptermet, ahova alámerülhet a szerző is, meg az olvasói, tehát hogy valami mélyebb rétegeket próbálsz itt azért megragadni. Vannak olyan versek a könyvben, amik konkrét álmaimnak a megírása. Én elég ritkán emlékezem az álmaimra, de néha igen, és akkor azokból belekerült néhány, például a gépteremben versbe. És egyetértek egyébként azzal, hogy ha ez a kötet kapcsolódik a szürrealizmushoz, akkor nem elsősorban az áradó szöveg alakítás, hanem inkább a szemléleti részeihez próbáltam kapcsolódni. Tehát a víziók, a labirintusok, amikről beszéltél, a valamiféle ismeretlen helyekre való eljutás, ez mindenképpen benne van, azt hiszem. Alámerülés. Alámerülés a biztonságosba, a meleg és a nyugalom helyére. És amikor a közepéig jutnál, ahogy annyiszor, megszólal a fémes hang, amellyel nem találkoztál még ott soha. Máshonnan már ismered jól persze, nem a hang a meglepő, hanem a hely és a hang forrása. Merülj hát alá, a legbiztonságosabb helyre, magadba. De ne csodálkozz, hogyha ismeretlen tárgynak ütközöl. Magad mögött hagynál mindent, ami valaki lehet, csak tudnád, hogyan fogjál hozzá. Az irány eltévesztve, s a vészjelek beindulva, pedig nincs azt tudva, hogy van itt riasztó. Az új útvonal viszonya a régihez nem világos. Meg akarja szüntetni a régit, létére tör, de talán csak igazibb. Elmozdulás közben mozdítsd el a szavak jelentéseit. Nem kell erőlködnöd, mozdulnak maguktól. És ami biztonságnak tűnt, és ami melegnek, és nyugalomnak, és középnek, az tovább gyűrűzik egy folyton táguló körön.